szerint a következő passzusoknak a 90-hez képesti megváltoztatását vagy beemelését a törvénybe. Először is, az 1990-es törvény, mint ez bizottsági kisebbségi álláspontként már elhangzott, világosan leszögezte, hogy az állami és önkormányzati iskolákban biztosítani kell a hitoktatást, de, ott még benne volt a törvényben, fakultatív, nem kötelező tantárgyként. Az ember él a gyanúval, hogyha egy törvényből, aminek ez a rendelkezése eddig bevált, valamit kihagynak, az okkal történik. De még ha ez a gyanú alaptalan is, értelmezheti ezt a törvényt bármely iskola igazgató úgy, hogy a szülők döntése alapján, mert ez a kategória helyesen szerepel, ő többségi döntést vehet alapul arra, hogy akár kötelező jelleggel bevezesse a hittant. Márpedig, és tudom, hogy a törvényalkotókkal ebben egyetértünk, ez nem a döntési, mármint a többségi döntési elv terepe, hanem a teljes szabadságé. Nem jó, ha csak a gyanúja fölmerül, hogy ezekben az intézményekben nem fakultatív tantárgy bevezetésére gondolunk. Hozzátesz a 90-es törvényhez képest számos tevékenységet az új javaslat, az egyházak nem gazdasági tevékenységnek minősülő munkája felsorolásához. Már elhangzott, hogy teljesen indokolatlan a közoktatási, tehát nem hitoktatási tankönyvek kiadását és terjesztését nem gazdasági tevékenységnek nevezni, szép célt szolgál, de attól még gazdasági tevékenység ugyanolyan, mintha más tankönyvkiadók végeznék. De nem indokolt, nem gazdasági tevékenységnek tekinteni azt, hogyha például egy egyház a sport vagy kulturális célú munkájához szükséges tárgyakat eladja, továbbadja, mondjuk elad egy pingpongasztalt, ami korábban egy egyházi sportegyesület használt. Ha ez mind nem gazdasági tevékenység, és kiesik az általános gazdasági adó- és versenyszabályok közül, ez hol az egyházaknak kedvezőtlen, ilyen is van, hol meg másoknak, mert a versenysemlegességet sérti. De a legnagyobb bajunk azzal van, hogy a törvény nem veszi figyelembe, vagy ha rossz hiszemű vagyok, akkor nagyon is figyelembe veszi azt a helyzetet, hogy újabban gazdasági okok miatt önkormányzatok sora ajánlja fel az egyháznak a korábban önkormányzati intézményt. Ez önmagában nem kifogásolható. De a törvénybe bekerült egy olyan, megint csak általánosságban rendben lévő, de a konkrét körülmények között nagyon veszélyes passzus, hogy az egyházi intézmény fenntartó az identitás megőrzéséhez alkalmas külön világnézeti föltételeket állíthat, nem csak a munkavállalók fölvételénél, de elbocsátásánál is. Önmagában is elgondolkodható, és nem biztos, hogy elfogadható, hogy mondjuk egy takarítónő, vagy akár a matek tanár esetében meg kell követelni a világnézeti meggyőződést, de legyen. De hogy az elbocsátásánál, egy átvétel esetében, akár azonnal, ez nem lehet ok, ebben egészen biztos vagyok. Ezért adunk be olyan módosító indítványt, ami például az ilyen átvételek után minimum 5 év türelmi időt ad ennek az egyébként mondom általában elfogadható elvnek az érvényesítésére. Azt hiszem, hogyha komolyan vesszük a törvény címét, miszerint az egyházakra, a vallásszabadságra és a világnézeti szabadságra is vonatkozik, akkor egy szélesebb körű egyeztetésre lesz még szükség, természetesen az egyházakkal is, de emberjogi szervezetekkel, más intézményfenntartókkal és szülői közösségekkel is. A törvény egy sebet az üzleti célú egyházak létrehozását gyógyítani próbált, de úgy próbálja gyógyítani ezt az egy sebet, hogy közben 100 másikat üt. Ezt nem szabad, ezt orvosolni kell. Köszönöm figyelmüket. Két perces bejelentkezésünk van. Száva István képviselő úr kért. Köszönöm szépen, csak szeretnék röviden cenzorasszonynak a felszólalására reagálni. Nagy volt a kísértés egyébként, hogy a felszólalás meghallgatása, helyett inkább a dohányzóba menjek, de azt hiszem megérte bennmaradnom. És kibírtam azt a negyed órát, amit Lendvai képviselő asszony az egyházügyi törvény kapcsán az egyházak szidalmazásával töltött. Egyet egy mondatára hagy reagáljak. Azt tetszett mondani, hogy rettentő rossz érzeteket kelt, ha valakinek a vallására a hatóság kérdez rá. Kedves képviselő asszony, azt hiszem, ez még mindig sokkal jobb, mint ha valakit a vallása miatt az a hatóságok üldöznek, mint amit azt az elmúlt 40 évben megtették, amikor volt egyházügyi hatóság, ugye? Az önök idejében ez valószínűleg sokkal, vagy állami egyházügyi hivatal, ez a valószínűleg sokkal jobban működött, és ezt önök sokkal jobban kedvelhették.
ez a törvényjavaslathoz természetesen önöknek minden joguk megvan hozzászólni, de ilyen jellegű kritikáknak a megfogalmazására úgy gondolom, önöknek semmilyen erkölcsi alapjuk nincsen. Köszönöm szépen. Megkérem képviselő urakat és hölgyeket itt a vita elején, hogy a személyeskedéseket és a minősítéseket azokat felejtsék a termen kívül, mert különben nehéz lesz érdemi szakmai vitát folytatni. Lendva Ildikó képviselő asszony, 2 perces hozzászólás. Köszönöm szépen. Képviselő úrnak bizonyára nem állt szándékokban, de sokat segített nekem az érvelésben. Mert ha éppen az elmúlt 40 évben kellett félni a hívő embernek, ez egy azelőtt meg bizonyos vallás képviselőjének, ez éppen hogy érv arra, hogy ezt a hatósági rákérdezést ne alkalmazzuk. Nagyon sokat segített, hálás vagyok önnek. Hozzátenném még azt, hogy szólni a vallás és világnézeti szabadságról szóló törvényhez szabad, és kell annak is, aki hívő, és annak is, aki vallástalan. Ennek a törvénynek a benyújtók helyes elvei szerint tudnék éppen az a szándéka, hogy minden jogokat nem sértő világnézet teljes szabadságát biztosítja. Hozzászólásomnak és módosító javaslatainknak éppen az a célja, hogy a jogok, a hívők és az adott esetben nem hívők a vallástalanok számára is egyenlőek legyenek. Ebben segített képviselő úr. Köszönöm még egyszer. Borga László képviselő úr következik. KDNP 15 perces hozzászólási időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Először is örömömet fejezem ki azért, hogy ez a törvény végre a tisztelt ház elé kerülhetett. Bizony, az elmúlt években szinte már áttekinthetetlen dzsungellé vált Magyarországon a magukat egyházként regisztráló ilyen-olyan közösségek tömege. Tömege, mert legjobb tudásom szerint nincs még egy ország, ahol közel 370 körül lenne a bejegyzett vallási közösségek száma csak nálunk. Az 1990-es fordulat évében megszületett egy olyan törvény, melynek alapja volt, hogy virágozzék 100 virág. Csak aztán nem csak virágok virágoztak, hanem sok-sok gyom is nőtt a virágok között, és ember, sőt, bíró legyen a talpán, aki nemet mert mondani egy bejegyzést kérő magát vallási közösségnek nevező csoportnak. Gyomlálni meg végképp nem lehetett, mert azonnal a kirekesztés, mint jelenleg a legfőbb bűn, bélyegét kellett viselnie annak, aki bírálni merte valamelyik ilyen csoportot. Azt hiszem, nem is kell tovább indokolnom a törvény szükségességét, hisz lehetne felsorolni a kabaré körébe tartozó magukat egyháznak nevező csoportulásokat. De nem ez a dolgunk most, hanem az, hogy egy lehetőség szerint elfogadható, s a többség számára megnyugtató törvényt alkossunk. Nem véletlenül mondtam, hogy lehetőség szerint elfogadható, s a többség számára megnyugtató törvényalkotást látom célként. Annyira ugyanis ne legyünk beképzeltek egyik oldalról sem, hogy valami teljesen tökéletes törvényt tudunk alkotni. Ne vessenek meg érte képviselő társaim, de szerintem ilyen nincs. Hisz emberek vagyunk és sokfélék. Nem csak vallási nézet szerint, de minden téren igaz ez. Nagy bölcsesség, ha valaki vallani és élni tudja azt, hogy tudom én, hogy mit kellene csinálni, és teszem azt, amit éppen lelkiismeretem megerőszakolása nélkül tehetek ebben a magyar és európai valóságban. Nagyon érvényes ez a lelkiismereti és vallási törvényre is. Így vállaltam, másik 3 frakciótársammal együtt ennek a törvénytervezetnek előkészítését és beterjesztését. Már is sok e-mailt, levelet, személyes megkeresést kaptam e törvénytervezettel kapcsolatban.
A legtöbbet a keresztény felekezetektől, valamint az izraeliták részéről. A kifogás az, hogy a törvény tervezett 7. cikkelyének első bekezdése kimondja, hogy a továbbiakban egyháznak nevez minden vallási közösséget. Hát valóban teológiai értelemben ez nonsens, hisz az első pünköskor született a keresztény keresztjén egyház, amikor a Szentlélek kitöltetése után az apostolok prédikálására 3000-en megkeresztelkedtek. Azóta is az egyház teológiailag a keresztény közösségeket jelentheti. Lehetett volna talán kevesebb vitát kiváltó vallásfelekezet szót használni, de végül megalkottunk azzal, hogy itt nem teológiai szó vagy fogalomként, hanem jogi meghatározásként használjuk összefoglalóan az egyház kifejezést. Talán ezt jobban érti ma Magyarországon mindenki. Sokan kifogásolják a történelmi egyház kifejezés elmaradását is. De nem akartunk ugyanis törvényileg sem pozitíven, sem negatívan diszkriminálni. Bár ha megnézzük a törvénytervezet 1/A mellékletét, az hivatkozik az 1895-ös vallási törvényre, ahol 7 bevett, elismert egyházat sorol fel. A zsidó és ortodox közösségeket egynek véve számítom 7-nek ezt a felsorolást. De törvénytervezetünk figyelembe veszi az azóta eltelt 116 évet, hisz már az 1895-ös törvény tárgyalásánál is a felszólalók, például Szász Károly református püspök jelzi, hogy számolni kell újabb és újabb vallási felekezetek létrejöttével, éppen a szabad lelkiismeret és vallásgyakorlás következtében. Idézem őt, elfogadom a törvényjavaslatot, mint egy hatalmas előrelépést azon a történeti alapon, amely Magyarország egyházpolitikájában a haladásnak fontos, folyamatos ösvényét jelzi. Ez a hagyományos egyházpolitika Magyarországon a bevett vallásoknak fokozatosan egymás után való bevételét és azoknak időről időre több egyházra és vallásra kiterjesztését tartotta maga előtt. Eddig az idézet. Igen, hisz Európában először az 1568-as tordai országgyűlés mondja ki, a 3 nemzet és 4 vallás szabad és egyenlő gyakorlatának jogát. Ezzel a most előttünk lévő beterjesztett törvényjavaslattal ezen az úton szeretnénk tovább menni. De ahogy 116 évvel ezelőtt Szász Károly püspök mondta, ez egy ösvény és nem egy szélesre kitárt kapu. Ma sem lehet az, mert látjuk a példát, a szabadságból azonnal szabadosság lesz. 370 körül is soha nem volt és nem látott hitvallással, szertartással, saját törvénnyel nem rendelkező csoportok érdekszövetsége jött létre. Nagyon fontosnak tartom a törvénytervezet azon részét, mely megvizsgálni rendeli a bejegyzést kérő egyház tanításának lényegét tartalmazó hitvallását és szertartási rendjét. Zárójelbe mondom, amit mi helytelenül ritusnak írtunk, de ezt majd szebben kellene kifejezni szertartási rendnek. 14. paragrafus 3. bekezdés. Tisztelt képviselőtársak! Biztos lesz még olyan kérdés a vitában, ami szólásra késztet. Most azonban hagy fejezzem be felszólásomat
a már idézett Szász Károly püspök több mint 100 évvel ezelőtt mondott szavaival. Minden vallásban van olyan elem, mely kielégíti és magával vonzza a milliókat, a tömegeket. Ezek az elemek adják meg erkölcsiségünk alapját és irányát, mert meggyőződésem, mondja a püspök, és vele én is, hogy az erkölcstelenségnek jobb féke a vallás, mint a büntető törvénykönyv fenyegető és fenyítő paragrafusai. Eddig az igézet. Idézet. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem a törvényjavaslat megvitatását, ha szükséges, jobbítását, és majd elfogadását. Varga László képviselőt, Bana Tibor követi, Jobbik, ugyancsak 15 perces hozzászólásban. Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenek előtt én is tisztelettel köszöntöm az egyházak megjelent képviselőit. Tisztelt képviselőtársaim! A Jobbik álláspontja szerint az előttünk fekvő törvényjavaslat valóban előrelépést jelent a jelenlegi állapotokhoz képest, ténylegesen egy tisztább helyzetet hozhat létre, ugyanakkor nagyon komoly aggályaink és fenntartásaink vannak az előttünk fekvő törvényjavaslattal kapcsolatban. Az egyik ilyen kritikai észrevételünk az, hogy úgy véljük, hogy a lista politikai szempontok és csak sejthető indokok alapján került összeállításra az előterjesztők részéről, ilyen módon került kiválasztásra az a 45 egyház, illetve vallási közösség, amely a melléklet 3 kategóriájában szerepel. Nem látunk semmilyen érdemi, valódi koncepciót azzal kapcsolatban, hogy hogyan is került összeállításra ez a lista, és ahogy Mirkóczki Ádám vezérszónokunk elmondta, azt el kell ismernünk, hogy az első kategóriával kapcsolatban nem lehetnek fenntartásaink, ugyanakkor megvan a kritikánk mind a második, mind a harmadik kategóriára vonatkozóan. Azt feltétlenül üdvözöljük, hogy látva azt, hogy még 1990-ben 36, aztán a 90-es évek közepén körülbelül 100, ma pedig, mint azt többen már említették felszólalásaikban, jóval több mint 300 bejegyzett egyház működik hazánkban, ez valamilyen szinten orvoslásra kerülhet ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával, hiszen mindenképpen elfogadhatatlan az a helyzet, ami jelenleg fennáll, hogy annak köszönhetően, hogy már 100 fő egyházat jegyezhet be, üzleti vállalkozásként működhetnek magukat egyháznak nevező közösségek, és mint említettem, azt a Jobbik is elismeri, hogy ezen a területen valóban előrelépést jelent ez a javaslat. Idézném ugyanakkor, tisztelt képviselőtársaim, a törvényjavaslat preambulumát, ahol a következő olvasható: a magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család, gyermek és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében. Ez a Jobbik számára, mint nemzeti keresztjén párt számára feltétlenül üdvözlendő, ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy magában a törvényben ezzel szemben mást látunk, mást tapasztalunk. Hiszen az meggyőződésem szerint vitán felül áll, hogy a történelmi keresztjén egyházak valóban nagyon jelentős szerepet töltöttek be sok évszázados működésük során a magyar nemzeti tudat ápolásával kapcsolatban, ápolásának tekintetében, ám mind a második, mind a harmadik kategóriában szerepelnek olyan egyházak, vallási közösségek, hogy a harmadik kategóriából hozzak egy példát, a jehovisták például, akiknek az esetében el kell, hogy mondjuk, hogy a nemzeti identitás erőteljesen háttérbe szorult a működésük során. És itt engedjenek meg egy némileg elfogult megjegyzést,
Református országgyűlési képviselőként szeretném elmondani azt, hogy pont ezen a héten, a keddi és a szerdai napon került sor a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konventnek a plenáris ülésére Temesváron. A Generális Konvent a Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott elnökségeinek a Magyar Református Egyház egységét munkáló tanácskozó és javaslattevő testülete. Azt hiszem, ez is alátámasztja azt a kijelentésemet, amelyet az imént tettem, hogy a keresztény történelmi egyházak, köztük a Református Egyház is nagyon sokat tett az elmúlt évszázadok során abban a tekintetben, hogy ápolják a magyar nemzeti tudatot, gazdagítsák hazánk kultúráját. És számomra, mint Vasmegyei Országgyűlési képviselő számára, külön öröm az, hogy a Generális Konvent következő jövő évi ülésére szülővárosomban, Körmenden kerül majd sor 2012. június 19-20-án. Abból az apropóból, hogy jövőre ünnepeljük a Dunántúli Református Egyházkerület megalakulásának a 400. évfordulóját. E rövid, de úgy gondolom, hogy mindenképpen jelentőséggel bíró kitérőt követően rátérnék, tisztelt országgyűlés, a második fejezet 8. paragrafusára, ahol ez a mondat szerepel: a kiemelkedő jelentőségű társadalmi támogatottságú, történelmi és kulturális értékeket megőrző, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális sportintézményeket fenntartó egyházakkal működésük biztosítása érdekében az állam illetékes szervei útján megállapodásokat köthet. Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, itt szeretném feltenni önöknek azt a kérdést, hogy a hídgyülekezete mennyiben felel meg ezeknek a követelményeknek. Mennyiben folytat jelentős közcélú tevékenységet ez a társadalom ellenes, destruktív bizniszszekta, és ebből kifolyólag az a kérdésem, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy mennyiben érdemes arra a hídgyülekezete, hogy automatikus regisztrációban részesüljön, hogy vele a Nemzeti Ügyek Kormánya megállapodást kössön. Különösen fájó az számomra, hogy míg a Nemzeti Együttműködés Kormánya egyfelől rendkívül fontosnak tartja azt, hogy a hídgyülekezete nevű szektával megállapodást kössön, addig a másik oldalon azt kell látnunk, hogy nem történik meg a végrehajtása annak az általam benyújtott és az országgyűlés által nagy többséggel elfogadott költségvetési módosító indítványnak, amely a Szent Gotthárdi barokk katolikus templom belső felújítására irányzott elő 100 millió forintos támogatást. A tavalyi év végén önök, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hatalmas gesztusgyakorlásként fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy 17 jobbikos módosító indítványt is befogadtak a költségvetésbe. Mégis azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy nem olyan formán történik meg ennek a módosító javaslatnak a végrehajtása, ahogy ez elvárható lenne, pedig azt gondolom, hogy egy olyan súlyú templomról van szó, hiszen az ország harmadik legnagyobb barokk templomáról beszélünk, amely lakóhelyemen, Szent Gotthárdon található, amelynek a végrehajtása mindenképpen szükségszerű lenne. Szeretném kérni államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban is majd néhány mondatot említsen itt meg a vita során. Azt is szeretném itt elmondani, tisztelt képviselőtársaim, ahogy azt már megtette Mirkóczki Ádám is, hogy nem látjuk azt, hogy milyen módon került kialakításra a második és a harmadik kategória, vagyis milyen egyeztetéseket követően, milyen szakvélemények kikérését követően alkották meg önök a második kategóriát, a jelentős közcélú tevékenységet ellátó egyházaknak a kategóriáját, illetve a harmadik kategóriát, az országos lefedettségű, illetve világvallásokhoz kötődő, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező további, az országgyűlés által elismert vallási közösségek nevet viselő kategóriát. Úgy gondolom, hogy nem csak engem érdekelne ez, és nem csak a Jobbik képviselőcsoportját érdekelné ez, hanem bizonyos vagyok abban, hogy a magyar választópolgárok is szeretnének választ kapni erre a kérdésre. Itt a vita során még nem kaptunk választ erre a kérdésre. Kérem önöket, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, elsősorban önöket, tisztelt KDNP-s képviselőtársaim, tisztelt előterjesztők, hogy adjanak választ erre az általunk megfogalmazott kérdésre. Tisztelt országgyűlés, a törvényjavaslat az egyházak bejegyzésének
egyik feltételeként említi a következő tételt. Legalább 20 éve szervezett formában egyesületként működik Magyarországon, és legalább 1000 magyarországi lakóhelyen rendelkező természetes személy tagja van. Vas megyei országgyűlési képviselőként az elmúlt hónapok során igyekeztem minél több képviselőjével találkozni a keresztény történelmi egyházaknak. Sok lelkésszel és plébánossal találkoztam az elmúlt hónapokban, és jó néhány kérdésben eltért az ő véleményük, de abban megegyezett az álláspontjuk, hogy a jelenlegi helyzeten mindenképpen erőteljesen szigorítani kell, jóval szigorúbb feltételeket kell támasztani. Itt felmerülhetne az, hogy ha maradnánk ugye a mennyiségi szempontoknak a talaján, hogy mindenképpen magasabbra kellene emelni ezt a limitet, ezt a 20 éves limitet, illetve az 1000 aláírást minden történelmi keresztény egyháznak a képviselője kevésnek tartotta, de a mi álláspontunk az, hogy itt a mennyiségi szempontok helyett valóban tartalmi és minőségi szempontokra kellene helyezni a hangsúlyt ebben a tekintetben, tehát egy más megközelítés jellemzi a Jobbikot a törvényjavaslattal kapcsolatban. Ezért javasoljuk azt, hogy kerüljön felállításra a Magyar Vallásügyi Tanácsadó Testület, amely aztán mérlegelni tudja azt, hogy melyik magukat egyháznak, vallási közösségnek nevező közösségek kerülhetnek be az egyház kategóriájába. Azt gondolom például, hogy a nem hívő vagy nem vallásos emberek számára például egy fontos szempont az, hogy milyen társadalmi hasznossága van egyes magukat egyházaknak, vallási közösségeknek nevező közösségeknek. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, de azt is hozzá kell tegyem, hogy valóban nagyon nehéz megtalálni itt a megfelelő egyensúlyt, éppen ezért javasoljuk mi azt, hogy ez a bizonyos vallásügyi tanácsadó testület kerüljön felállításra, és ez döntsön majd arról, hogy melyik vallási közösségek, egyházak kerülhetnek ténylegesen egyházként történő bejegyzésre. Tisztelt országgyűlés, végezetül egy mellékszára szeretnék még kitérni, de úgy gondolom, hogy ennek is megfelelő súlya van ahhoz, hogy itt az egyházügyi törvényről szóló vitával kapcsolatban elmondjam ezzel kapcsolatban a mi véleményünket, főleg azért, mert az MSZP részéről ebben a témában megnyilvánult már Nyakó István vezérszónok, illetve megnyilvánult már Lendva Ildikó is. A 4. fejezet 25. paragrafusában olvashatjuk azt, hogy az egyházak az állam önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben a tanulók és a szülők igényei szerint hitoktatást tarthatnak, továbbá a felsőoktatási intézményekben hitéleti tevékenységet folytathatnak. Ezzel kapcsolatban mondta el Nyakó István, illetve Lendva Ildikó azt, hogy nagyon erős aggályok merülnek fel az MSZP részéről ezzel kapcsolatban, hiszen félnek attól, hogy esetleg itt valamilyen kötelezővé tételnek az előkészítése történik. Mi nem félünk ettől, mi üdvözölnénk azt, hogyha valóban erről lenne szó, de tartunk tőle, hogy nem ez a helyzet. Azért tartunk ettől, mert mi a tavalyi évben benyújtottunk egy határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy kerüljön bevezetésre a kötelező hit vagy erkölcstannak az oktatása az általános iskolákban és a középiskolákban, ám ezt a javaslatot már bizottsági szinten elkaszálta a kormánypárti többség. Én bízom benne azonban, hogy valóban jogosak az MSZP-nek az általuk megfogalmazott úgymond félelmei, és valóban megteremtődik majd ennek a lehetősége. Kérem tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat, elsősorban az előterjesztő KDNP-s képviselőtársaimat és Százfalvi László államtitkár urat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy minél előbb megtörténjen a kötelező hit vagy erkölcstannak a törvényi szinten történő rögzítése. Emellett pedig azt is szeretném kérni, hogy fontolják meg annak a lehetőségét is, hogy a gyermekek már az általános iskolában felvilágosítást kaphassanak a hazánkban előforduló szektáknak a működéséről, ezeknek a személyiségromboló és kártékony hatásáról, mivel meggyőződésem, hogy már ekkor általános iskolás korukban tájékoztatni kell a maguk szintjén a gyermekeket ezekről a veszélyekről. És én is azért utalnék arra itt még két mondattal, hogy azért van annak valami diszkrét bája, amikor az MSZMP utódpártjának a képviselője, Lendvai Ildikó beszél arról, hogy rossz emlékeket ébreszthet bizonyos emberekben az, hogyha rákérdeznek a vallási meggyőződésükre. Tisztelt ház, végezetül én azt szeretném kérni önöktől, hogy fontolják meg az általunk benyújtott módosító indítványoknak a támogatását. Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim,
kérem önöket, hogy valóban érdemben vizsgálják meg ezeket az általunk megfogalmazott módosító javaslatokat, ne a zsigerből történő elutasítás legyen ezeknek a sorsa, hiszen higgyék el, hogy valóban a legjobb szándék vezérelt minket akkor, amikor megfogalmaztuk ezeket a benyújtott módosító indítványokat, ezért bízunk abban, hogy az önök támogatását is el tudják nyerni ezek az indítványok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.